Szekszárdi Gárdonyi Zoltán református együttes, Szekszárd megyei jogú város kiemelt művészeti együttese 1994-ben alakult. A vegyeskari műveket megszólaltató kórus az egyházi és világi zenei repertoár bemutatását immár 25 éve számos önálló és közös fellépésen, valamint CD-ken kínálja a kórus zenekedvelőinek. Nagyon sok gyülekezetben, nagyon sokszor megfordultunk a 25 év alatt. A kórus nem csak egyházi, hanem világi alkalmakkal is szolgált kiállítás megnyitókon, de önálló jótékonysági hangversenyeket ad. Ha számszerűsíteni szeretném, akkor több mint 350 éneklésen vagyunk túl. Újdonságok is lettek, új rendezvények, CD-lemezek jelent meg, 4 CD-lemez, 2003 és 2015 között 4 CD-lemez, 4 évente, 5 minősítő versenyt énekelt végig a kórus Grácsban, Pozsonyban, Olmützben, képviseltük Magyarországot, és Grácsot azért emelem kiemelten, mert ott olimpiai bronzérmet kapott a kórus 2 kategóriában. Az örömmondó békekövetek ezúttal ünnepi koncertet adtak. A jubileumi ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kutnyánszky Csaba, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia oktatási rektor helyettese is. A professzor szerint nem önmagában a 25 év betöltése a tiszteletet parancsoló, hanem az az út, amit a kórus megtett a negyed évszázad alatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének látókörében van az együttes, és kiemelt helyen szerepel, hiszen olyan rendezvényeknek a házigazdái, olyan minőségi produkciókat mutatnak be, minősítéssel rendelkeznek, versenyeredményeik vannak. Mindenképpen a hazai egyházi kórusoknak az élvonalába tartozik a szekszárdi Gárdonyi Zoltán református együttes. A Kórus Szövetség minden évfordulós együttesnek egy emléklapot ad át, ezzel méltatva annak tevékenységét és elismerve a kórustagok és karnagyuk munkáját. Ez alkalommal ezt Naszladi Judit vehette át, aki mindig a kórus fejlődését tartotta szem előtt. Ahogy a kórus lehetősége és a képessége engedte, úgy nem csak Isten tiszteleten és nem csak egyházi alkalmon szolgált ez a kórus, így jutottunk el a nemzetközi versenyekre, válogattunk a zsoltár feldolgozások mellett, kortárs zeneszerzők, 20. századi alkotók műveiből, és ahogy elhangzott a Zeneakadémia rektor helyettesének a köszöntőjéből, kortárs zeneszerzők műveit is énekeljük. Úgy alakult az életünk, hogy meghívást kaptunk Pécsre a református kórusok találkozójára, és ott ismerkedtünk össze közel 20 éve Tillai Aurél egyetemi tanárral, akinek a fia, illetve a menye is énekel ebben a kórusban. Tanár úr több művet írt a kórusnak, és úgy gondolom, hogy ezek a művek a protestáns egyház zenének az égkövei. Mivel már több órányi műsoruk van, a koncerten az elmúlt 25 év anyagából egy válogatást adtak elő. Segítségükre volt a Pannon Filharmonikusok vezető zenészeiből álló Eozin vonós négyes és Lozsányi Tamás orgonaművész is. Én azt gondolom, hogy az együttes a legjobb oldalát mutatta meg. Megmutatta, hogy mennyire élő az az egyházi zene, amit ők képviselnek. Megmutatta, hogy mennyire őrzik Gárdonyi Zoltán emlékét. Megmutatta azt is, hogy a megújulásra, az egyházzene megújulására mennyire nyitottak, hiszen kortárs szerzőknek a művei is elhangzottak, akiknek a művei ebben a körben ritkábban is csendülnek fel.